is vagyok, és ez egy mit tettem ma videó lesz, mert hogy itt vagyunk Törökországban, Alanya mellett, a Long Beach Resortban, és nagyon-nagyon sokféle kajcsi van, úgyhogy gondoltam, hogy érdekes lehet számotokra, úgyhogy menjünk enni! All inclusive ellátásban vagyunk itt ebben a szállodában, ami azt jelenti, hogy szinte minden étel meg ital beletartozik abba az árba, amit kifizettél, ezért az egy hétért. És most reggel 10 óra van, és reggelizni megyünk, úgyhogy Claudia, menjünk is, és nézzük meg, hogy milyen finom hamik vannak. Ja, és még egy fontos dolog, mielőtt elkezdünk enni, hogy leszeretném szögezni a videó elején, hogy ezt a videót nem azért csinálom, hogy megmutassam nektek, hogy jaj, de jó dolgunk van, hanem arra gondoltam, hogy itt Törökországban érdekes ételek vannak, meg hogy bemutatom nektek, hogy egy szállodában így hogy működik az étkezés, és hogy ez talán számotokra érdekes lehet. Na, így néz ki ez a kis étterem, és akkor innen kezdjük, bemutatok nektek mindent. Ez ilyen pizzaszerű. Ez a rántotta krumpli, ha valaki szereti reggelire. Wow, grilled cheese. Itt vannak a pékcuccok, de ebből nem szoktunk venni, mert rászállnak a madárkák általában. Hú, itt készülnek a palacsinták. A cuki néni készítik, nagyon jól néznek ki. Itt vannak a tojások. Kész palacsinták. Milyen vicces, hogy a sült krumpli mellett vannak. Van leves reggelire. Virsli. Fehér tojás. Itt egy ilyen gyönyörű tákolmány, amin fokhagyma van. Ez szerinted édes vagy sós? Hát valószínűleg sós. Még több kalória. Még több kalória. Na, ez ilyet te szereted. Hát ez elég rosszul néz ki. Itt vannak a műzlik, nézzétek meg, milyen sok fajta van. Itt még több dolog, amit belerakhatsz igazából a műzlikbe. Ez úgy néz ki, mint valami Cheetos. Itt vannak a sajtok. Nagyon-nagyon finom sajtok vannak itt Törökországban. Mindenhez eszünk körülbelül sajtot. Itt vannak a zöldségek. Minden étkezéshez friss zöldségeket adnak, meg külön salátát is szoktak lenni. Na de akkor most én is jövök és kiválasztom az ételeimet. Szerintem most ilyen omlettet fogok. Hello! Nagyon-nagyon ízes és finom minden, viszont sót azt így kb. Egyáltalán nem használnak, úgyhogy mindent meg kell sózni, de ez nem baj. Mindig azt mondom, hogy legyen inkább valami sótlan, mint hogy túl sós. A másik dolog, hogy minden üdítő nagyon-nagyon édes, úgyhogy hoztam egy kis narancslevet, de ezt mindig fel szoktuk tölteni vízzel. Úgyhogy így néz ki a reggelim, itt van az omlettem, illetve hoztam még sonkát, mozzarella sajtokat, olívabogyót, uborkát, paradicsomot, és ez valami isteni, ebben valami zöld van, petrezselyemszerű dolog, meg sajt van benne, és Claudia pedig pasteti. Igen, az café lattét. Na most picit kiültünk ide a teraszra pihizni, és gondoltam, elmesélem nektek, hogy hogyan is találtuk meg ezt a nyaralást. Mi általában ilyen városnézős nyaralásra szoktunk menni, viszont ez az év nagyon fárasztó volt számunkra, és Kristóf ajánlotta nekünk, hogy Törökországba menjünk el egy ilyen ultra all inclusive ellátásos nyaralásra, mert hogy ő már volt többször, és elkezdtünk nézegetni az interneten ilyen nyaralások után, és az invia.hu-n rengeteg ilyen nyaralás lehetőséget találtunk, és nagyon egyszerűen meg is találtuk, hogy melyik a számunkra a legmegfelelőbb nyaralás, mert minden ajánlat nagyon részletes, és a legjobb az az, hogy nem kell neked számolgatni, hogy a végén mennyibe fog az egész kerülni, mert ugye ott van minden ajánlatnál, hogy az egész pak mennyibe kerül, és nagyon átlátható az egész, illetve folyamatos kontaktban voltam ott egy csajszival, aki az Inviánál dolgozik, és nagyon-nagyon segítőkész volt, nagyon gyorsan elintézett nekünk mindent, úgyhogy csak ajánlani tudom őket. Most pedig menjünk ebédelni. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no
matter if I go down deep in under. Hogy mindenhol van tipbox, de tényleg mindenhol, mivel nem sokat keresnek itt Törökországban az emberek, úgyhogy lehet nekik borra valót adni. Na, és itt van a rengeteg étel, itt van a diétás rész, itt senki nem eszik, azt kell erről tudni. Ó, vagy mégis? Mégis. Ilyen sajt szószok itt is, meg ott is, ezek a legfinomabb dolgok. Én krumplira szoktam csapatni, és úgy a legjobb. Rengeteg féle fajta fűszer, ott készülnek a halacskák. Ott pedig a csirke mellett. És hát a lényeg, itt nagyon nagy sorok szoktak állni, a sült krumpli. Aztán itt külön rész van a pék dolgoknak, ide már ugye nem repülnek be a madarak. És még erre is vannak pék dolgok. Pizza, aha. Egyébként az itteni pizzák iszonyú finomak. Na most azt a részt nem mutatom meg, igazából friss zöldségek meg saláták vannak arrafele. Kínai csirke, hú, ez érdekes, krumpli tejjel. Ja, jó. Igen, a krumpli püré itt náluk nagyon-nagyon teljes, de én szeretem úgy egyébként. Sok ilyen szószos csirke van. Nézd, látjátok, rögtön fel is takarítják azonnal, de tényleg nagyon gyorsan. Itt meg a szerintem érdekesebb dolgok vannak. Például ezt, ha jól látom, sajt, amiben van olívabogyó. Az is nagyon érdekesen néz ki, tegnap megkóstoltam, de annyira nem jött be. Tök jó. Meg ahogy prezentálják nekem, az is nagyon-nagyon tetszik. Oké, és hát most jöjjön a lényeg igazából. A desszert. A desszertekről azt kell tudni, hogy rengeteg fajta van itt Törökországban. Szépen díszítik őket, viszont nem mindegyik finom. Van természetesen török különlegesség is, ugye baklava például. Csak megmutatnám így a díszítést. Nagyon különlegesen díszítik ezeket. Az édességek itt Törökországban nagyon-nagyon édesek, nagyon geljek. Mondjuk ez jól néz ki. Ez pedig szintén egy ilyen török különlegesség tejben is. Van hamburger, még több krumpli, nuggets, és ez az, amit ma fogok enni, méghozzá krumpli. Ezeket lehet belerakni. Sóban melegszik. Így néz ki a krumpli, nem túl esztétikus, kíváncsiak az ízére, és hoztam még hozzá csirkét is. De nézzétek meg a sajtszószomat. Wow, imádom a sajtszószt. Így? Azta! Nagyon húzódik a sajt. Nagyon jó, főleg a sajt viszi a hátán a kaját. Na nézzétek, itt valamilyen lepény készül, ha jól látom, darált húst raktak bele. Na megmutatnám nektek az egyik kedvenc helyemet itt a szálloda területén. Ez a stíg, amire így ki lehet jönni, illetve ugrálni is lehet róla. Itt van a legmagasabb pont, amiről le lehet ugrani. Hát nagyon szerettem volna leugrani, de sajnos nem mertem, mert tényleg magas, kb. 3 méter magas azt hiszem. Maga a stíg pedig így néz ki.
Na és ilyen matracok vannak itt a stégen, amik nagyon kényelmesek, és itt van a mi matracunk, a baloldali az én törölközöm. Csak egy gond van, hogy nem fekszem ott, úgyhogy ezt orvosolni kéne. Most már jó. Nagyon cringe vagy. Féle öntetet, meg kókuszreszeléket is lehet rá kérni. Öntsét. Kiss on the cheek. Thank you. Ez a... Ó, amúgy nagyon finom illata van. Kókusz. Jó, köszi. Na, íme a gofrim, nagyon jól néz ki. Közben kiderült, hogy ez málna öntet. Na jó, én ezt harapni fogom jó magyar módjára, mert ha jól látom, rokogós kívül, amit imádok, egy gofri rokogós. Pont olyan, ahogy szeretem, hogy kívül ropog, belül pedig jó puha, és nem túl édes a gofri, szóval tök jók ezek az öntetek rá. Na, ez nagyon finom volt. Meg is etted? Hogy etted meg ilyen gyorsan? Finom dolgokat nagyon gyorsan meg tudom enni. Na figyú, ott van valami fehér cucc, amit folyamatosan isznak, úgyhogy megkérdeztem a pultostól, hogy mi ez, és mondta, hogy igazából tejszerű dolog, de hogy nem tudja elmagyarázni, kóstolja meg. És Klau, mit mondtál, mi ez? Hogy író, olyan, mint az író, én nem tudom, hogy az micsoda, de igazából nagyon savanyú íze van. Lehet, hogy túl sokat öntöttem, mert nem a legjobb, de jó új dolgokat megkóstolni. Diszkó, párti fények vannak ott a lépcsőnél. Most megyünk vacsorázni, mert már kisrandoltuk magunkat. Claudia, nem, az nem a vacsoránk. Biztos, ez egy házi állat. Hol Claudia? Az előbb még esküszöm, hogy itt volt. Nem látom sehol sem. Kau, még volt? Én egy pálma vagyok. Ja. Oké, viszlát. De jól néz ki ez. Ez csirke? Pulyka, de nagyon jól néz ki. Na, ezt meg fogjuk kóstolni. Salálták, és ezt figyú, ma valamiért ilyen különleges a tálalás. Nem volt még ilyen. Valaki unatkozott. Hashtag. Este grillőzik a pusikat, meg a halakat.
így néz ki a végeredmény, illetve szépen Klau. Na végül ezeket hoztam. Ez, amire mondtuk, hogy nagyon jól néz ki, meg finom volt az illata, ez a pulyka. Ez csirke, ami itt készült, a grillem. Rizs, sült krumpli, paradicsom, uborka, rákos, kapros, kukoricás saláta, meg egy darab sajt. Na hát itt vannak az édességek, amiket választottam. Hát itt nagyon próbálkoztam, de sajnos ilyen csúnyára sikeredett ez a torta szelet. És akkor hoztam egy ilyet, ami szerintem a baklava egy kicsinyített verziója. Úgyhogy most megkóstoljuk, mert még soha nem ettem baklavát. Nagyon érdekes illata van, mintha nem is kaja lenne. Jönős! Úristen, de ezt miért nem tudom én. Ilyen magos íze van, ilyen leveles tésztaszerűségben, nagyon finom, de konkrétan, hogy így beleharapsz, így folyékonyan ömlik bele a szádba a cukor. Fúj, tiszta zsírnak vagy olajnak tűnik az egész. Nézzétek meg Klau videóját, mert ugye most ez az én videóm, ez inkább így a kaja köré épült, viszont Klau megmutatja a szállodát, a strandot, a szobánkat. Igen, meg hogy mit csináltunk egy nap, úgyhogy csekkoljátok le Klau videóját, ide kattintva. És bocsánat egyébként a fejem miatt, egész videóban smink nélkül voltam, meg egész héten, tök fura egyébként. És nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek a videót, reméljük tetszett nektek, ha igen, és szeretnétek még több Mit ettem a videót látni, akkor dobjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel! Tik! Puszi! Sziasztok!